Potápi Árpád János a Nemzetpolitikai Kutatóintézet választások Szerbiában Magyar Vonatkozások című rendezvényén azt mondta, a pártnak nagyon nehéz helyzetben kellett helytálni, hiszen Pásztor István elnök halálával a magyarság elveszítette egyik legkarizmatikusabb politikusát. Azonban ez még inkább megerősítette a magyar közösséget, hiszen Pásztor István emléke miatt is helyt kellett állni, fűzte hozzá a magyar nemzetpolitikai államtitkár. A VMS óriási győzelmet aratott, minden célt, amit megfogalmaztak az elmúlt hetekben, hónapokban sikerült végrehajtani, egy olyan nagyon nehéz helyzetben, amilyen helyzetben, nehéz helyzetben még magyar párt a Kárpát-medencében nem volt. Úgyhogy gratulálok megbízott elnök úrnak, gratulálok a VMS minden tagjának, minden aktivistának, minden magyar embernek, aki úgy döntött, hogy a nehéz helyzetben támogatja a magyar pártot, támogatja a VMS-t, és elmegy szavazni. Dr. Pásztor Bálint köszönetet mondott a magyar kormány, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatásáért, ami szerinte megmutatta, hogy nincs magára hagyva, nem árvult el a vajdasági magyar közösség. A választást követő koalíciós tárgyalásokról szólva elmondta, folytatnák az együttműködést a szerb haladó pártal. Mi biztosak vagyunk abban, hogy az együttműködést folytatni tudjuk, hiszen ez az együttműködés nagyon sok pozitív eredményt hozott nemcsak a vajdasági magyarok és a, és a, a, magyarországi szerbek életében, hanem a két ország, a két nemzet kapcsolatai vonatkozásában is, a történelmi megbékélés képében, a közös infrastruktúrális fejlesztések képében, a gazdaság fejlesztés képében, és így, és így tovább. Azonban, ahogy mondtam, a Vajdasági Magyar Szövetség az egyik győztese a szerbiai választásoknak, hiszen nem sok párt mondhatja el azt magáról, hogy megerősödött a tegnapi megmérettetést követően. Az elmúlt 6 hét bizonyította, hogy a vajdasági magyar közösség egységes, egyetlen magyar lista volt, magyar érdeket a Kárpát-medencében csak etnikai alapon szerveződött magyar párt tud képviselni, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. Kijelentette a VMS a választások egyik győztese, meg tudták őrizni politikai súlyukat, befolyásukat országos és tartományi szinten, míg a szerbiai szocialista párt például jelentősen veszített támogatottságából.